Értek a gyakkendődi 2024-es már a harmadik alkalommal megrendezett díjkiosztójára. A díjról csak egy pár gondolatot szeretnék szólni. Ez a díj, ez a József Attila Körirodalmi Egyesület és a Mr. Szél Öltönyüzlet közös alapításában született meg. Tulajdonképpen az alap gondolat, vagy a kiinduló gondolat az jobbra mellettem ülő Békés Zoltán, a Mr. Szél ügyvezető igazgatójának köszönhető. Ez az együttműködés a két, nem is tudom, intézmény, vagy szervezet, vagy nem is tudom még megnevezni, ilyen célok elérésé, két cég, már mi is cég vagyunk, úgyhogy nagyon sok történet vezetett idáig, igen, a Jakendő mellett azóta bővült az együttműködési profil. Ennek köszönhetően ugye egyrészt a kétszer átadhattuk, illetve most a harmadszor fogjuk átadni a Jakendő díjat. Idén már a József Attila Körnek van egy nagy hagyománya rendelkező, ilyen több mint 400-ados irodalmi tábor, a Jaktábor. Ennek a támogatásában is részt vett a Mr. Szél, illetve idén ősszel volt egy különleges, először fotóprojektnek indult, utána pedig egy könyvén nőtte ki magát a Sweet Up íróköltönyben című kötet. Nem nagyon szeretném így nyújtani a szót, hiszen tudjuk, hogy miért vagyunk itt, viszont megkérdezném a Békés Zoltántól, hogy az eltelt 3 évet tudja már értékelni, vagy hogy milyen élményekkel gazdagodott ez a... Szép jó estét! Először is szeretnék elnézést kérni, mert illet volna öltönybe jönni, azzal, ha már öltönyüzlet vagyunk, de az a kis félreértés esett meg, hogy nem tudtam még ma délig, hogy itt leszek. Elolvastam a író foltja hírlevelét, amiben szerepelt, hogy lesz az általános, és én is ott leszek, úgyhogy utána Ádámmal megbeszéltük, hogy igen, mert valahogy ez kimaradt nekem, ez az én pont ma lesz. Úgyhogy ez egy kis bevezető. Nagyon örülök, hogy most már úgy néz ki, hogy sikerül megvalósítani azt, ami az egyik alap célja volt ennek az egész díjnak, nevezetesen, hogy lehessen úgy is könyveket kiadni, akár első kötetes szerző műveit, hogy nem feltétlenül kell hozzá valamit, fajta állami vagy egyéb külső támogatást, mert hogy ez a díj úgy néz ki, hogy az a kezdeti tőke, amit beletettünk, az elvileg az idők végezetéig működtetni fogja ezt a pályázatot, vagy ezt a díjat, oly módon, hogy minden egyes kiadott könyv, ami ebben a Jakkendő díjon belül adódik ki, azt annak a eladott példányainak a bevételét visszaforgatja a Jak a díjba, és nagyon szerencsésen alakult az elmúlt 2 év, főleg a tavalyi, a Márvárhegyi Réka könyve, ami nagy siker lett, és most már a második kiadásnál tart, úgyhogy rengeteg bevétel lesz belőle a Jaknak, és ez fenntartható, és talán ez az egyik legnagyobb élmény a számomra, hogy ez tényleg lehetséges, illetve ami még nem várt esemény, hogy tényleg nagyon sok hozzáadott plusz együttműködés is létrejött. Itt van ez a könyv, amiről az előbb az Ádám beszélt. Ez egy nagyon klassz könyv, de rengeteg nagyon jó fotóval, írásokkal, ezt érdemes megnézni, itt meg lehet venni egyébként, és ez is a Jaknak a kiadványa, tehát ezzel is lehet támogatni azt, hogy saját lábon minél kevesebb állami támogatással tudjon üzemelni a Jak. És amúgy is nagyon jó könyv, én már elolvastam. Szerintem egy elég lesz, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy ki az idei nyertes. Köszönöm szépen. Nagyon megnyugtató egyébként, hogy az idők végezeteig ki fog tartani ezt. Sajnos én már nem éltem meg, de a következő Jakendőnek is nagyon sok feladata lesz, úgy érzem.
Amit szerettem volna még elmondani az, hogy Zoltán már megemlítette a tavalyi nyertes Nemvárhegyi Rékát, aki majd átadja idén a stafétabotot. Szeretném még Szilágmest megemlíteni, volt a legelső díjazottja a Jakkendő díjnak, Tambora címmel jelent meg ez a kötet. És hát ugye még nem esett szó azokról, akik értékelték ezt a beérkezett pályaműveket. Minden évben tulajdonképpen volt egy rotáció, és másodat kértünk föl, egy ötfős kuratórium van benne. Idén Nagy Gabriella volt az egyik, a Litera szerkesztője, valamint író. Angyalosi Eszter a Lépi Kiadónak a szerkesztője, valamint Forgács András, író dramaturg, aki itt ül körünkbe, és ő fog majd pár gondolatot elmondani a díjazottról. Illetve ugye mindig a József Attila jakfüzeteinek a szerkesztő párosa, ezúttal Balázs Ágnes és Borsik Miklós vett részt a válogatásban, tehát hogy nekik köszönhető ez az eredmény. És akkor én át is adnám, nem rabolnám tovább a szót, és átadnám Andrásnak a mikrofont, hogy a másik, azt szerintem ne bántsuk, nem a miénk, és akkor... Nem, de van, nem a megoldom. És akkor kíváncsi megvárjuk a lepreződést. Jó, én most leleprező vagyok. Én laudálok, mert le is lepreződök. Az a címe, hogy van egy címe is, mert a 18 hákor a litera.hu olvasható lesz a szöveg, de a modern idők, és akkor muszáj volt címet adni neki. Az a címe, hogy Tűpontos orgia. Meglepett és örömmel töltött el, hogy a Jakkendő díj idei nyertese, Pap Zakor Ilka, ennyire fiatal. Tudom, hogy a Jakban fiatalok vannak, de ahhoz képest, hogy tud. Azt rögtön tudtam, hogy nő, pedig nem egyszer határozottan nemet vált a novelláiban, de azt nem képzeltem volna, hogy ennyire fiatal. A Jakkendő díj zsűrije jeligésen kapta meg a kiválasztott 7 szerzőt, és mindegyik igazán izgalmas anyag volt, köztük több nagyon fontos női témákat dolgozott fel, mint amilyen a családon belül erőszak gyermekével magára maradó anya, mindezt nagy tudással és tehetséggel, virtuóz linearitással, mesélőkedvel, és nekem kezdetben olyannyira nem tetszett Pap Zakor Ilka jeligéje, csigubigú, hogy egyre dologattam az elolvasását, mert nem akartam nagyot csalódni. De mekkora volt aztán olvasva a novellákat a meglepődésem. Én már a jeligét is érteni vélem, mintha a történeteit egy képzeletbeli gyermeknek mesélni, az olvasó ugyebár örök gyermek, vannak ezek a novellákba szövött mesék, Rim Andersen, Benedek Elek és egyéb népi mesélők anyagából szőve, és ezáltal mindúltalan gyermekét tudja tenni olvasóit is. Pap Zakor Ilka, ízlelgetem a nevét, 1989-ben született Kolozsváron, tehát 25 éves. Életrajzi szerint ott járt iskolába is. Első szövegét 13, felkiált olyan évesen publikálta a Korunk folyóiratban. Azután még egy csomó lapon. 2008-tól orosz és magyar filológiát tanult a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, ezen kívül még Erzsi Pünk és Janusz Kloacki írásait is fordította lengyelről magyarra. Jelenleg Helsinkiben él, de úgy látom, itt ül a második sor. Ennyit az adatokról. Egyébként Pap Zakor Ilka olykor nem csak nemet vált novelláiban, hanem alakot, színt, formát, fajt és elbeszélő stílust is, ráadásul könnyeden, pedig nagyon határozott személyes stílusa van. Én nekem a második mondat elolvasásakor világos lett, hogy nagyszerű szerzővel állok szemben. Ugyanis minden egyes mondata rendben van. Az egész kötet, majd komoly és okos szerkesztők fogják kezelésbe venni, azért arra még szükség lesz, időként túlpurjánzó, mert Pap Zakor Ilka nem fékezi meg képzelőrejét, és hallatlan mesélőkedve van, szereti a csodákat, de még a túltelített, hogy azt nem mondjam, túlérett novellák is csupa-csupa jó mondatból áll. Idézek az egyikből, a címe Nagypapa kesztyűcskéje. Csak hogy akit teljesen elfelejtenek, akár ennyi időre is, az meghal. Ez történt velem is. Meghaltam még aznap éjszaka.
A fejem fölött köröztek a denevérek, én meg reméltem, hogy nem akadnak bele a hajamba, mert nekem a hajam a szexetlen. Reggelre belülről összetöppettem, mint egy dióbél, és a hangyák kihorták az ójukaimon át. A bőröm megkeményedett, mint a halott bogaraké. Erre akkor jöttem rá, amikor elerett az eső, én pedig minden cseppnél kongtam az ürességtől. Csak a piros kesztyűből fakult meg. Messziről virított és odavonzotta a rovarokat. Délutánra kisütött a nap, amitől kiszáradtam, az erdő pedig megelevenedett. A fejembe mókus család költözött. Kölykezni kezdtek és megtöltötték mogyoróval és dióval a szájüreket. A címbeli kesztyűcske, hogy világosan értsük, maga az elbeszélő, ez a Bece neve, egy tolókocsis lány, aki meghal az erdő közepén magára hagyva, de a novella mégsem tragikusan ér véget. Idézem, egy hét múlva, amikor nagyapónak mégis eszébe jutottam és értem jött, már nem is örültem egyáltalán, hogy hazavisz, megfürözt, és talán még annyi talán maradt még annyi kukoricaliszt, hogy főzzön nekem egy kisebb adag puliszkát pirított szalonnával. De a megbocsátás mindennél fontosabb, így hát mégis elindultam vele hazafelé. Bár tudjuk, hogy egy szövegben a szavak és bekezdések is számítanak, a mondat minden jó írás alapja, ott születik meg a novella, a regény teste és dallama. Hiába van valakinek egy pompás ötlete, hiába hibátlan a dramaturgia, ha a mondatok szintjén ez a tudás nem működik. Pap Zakor Ilkánál működik. Miközben szabadon engedi túlburjánzó képzeletét, a mondatok szintjén rendkívül fegyelmezett. És mindegyik novellát jól fejezi be. Egy példa, az Anyuka című novellát egy veszélyes lódarás zümmögi végig, egyszer mintha sikerült volna megsemmisíteni, de végül, miközben a főhősnő Anyuka a kádban ül, veje bejön a fürdőszobába, és végül mégis elmosolyodik a maga szerény módján, zsebéből papírhajókat húz elő, és vízre bocsátja őket. Nézze, Anyuka, mondja, ezeket magának hoztam, én hajtogattam, ugye szépek, mondja, és várja, hogy megdicsérjem. Az előztető nyílásból pedig lódarázs mászik elő, és zümmögve leteleszik a mosdókagyló peremére, hogy megtisztogassa a csápjait. Szeretem elnézegetni nyaranta a darazsakat, okos, büszke állatok. Azt hinni az ember, hogy lelkük van nekik is. Mindegyik novellájával, bármilyen nyílt sisakkal is kezdi őket, egy titokba, egy rejtélybe lépünk. És érzésem szerint nem is feltétlenül a rettegés, vagy a félelem, vagy a szorongás ábrázolása a fő ereje a novellátnak, mint szerzője állítja, hanem ez a titok. Ez a rejtély, mely a fantáziát elszabadítja. Mindegyik novellája visszafelé szövődik fel, fejlik fel, de nem feslik fel, mert a dús és helyenként kifejezetten színes szövetek, egyik-másik igazi színorgia, különösen a vak cirkuszi artistáról szóló, és nem különben az édesanyja könyves szobája, ezek a fonadékok nem tudnak darabokra fosztani, szervesek, mert szerzőjük, aki mintha maga Arachné volna az istennő által pókká változtatott csodálatos szövőnőlást, Ovidius, szabálytalan mintázatú szőnyegekké változtatja őket. Használja az álomlogikát, mint manapság annyi izgalmas szerző, és tele van világirodalmi utalásokkal, de ezek a szőnyegek csak is Pap Zakor Ilka szőnyegei, goblenjei, középen az egyszarvúval, azzal a titokkal, ami az ő személyisége lehet csupán. Ugyanakkor a novelláit összefoglaló szinopszisok vonalvezetése, kettőt idézek itt mindjárt, világos, éber, nappali. Múzeum utca. Egy hajléktalan eldöntő, hogy két ember helyett fog pénzt keresni, mivel barátnője gyermeket vár és nem tud dolgozni. Azonban még aznap este szakítanak egy vízforraló miatt. A hajléktalan a múzeum előtt ül, vizet forral, hogy teát főzhessen. Mögötte kinyílik az ajtó, az őr úgy döntött, elkergeti. Rugdosni kezdi a hajléktalan, milyen szép, majd, ahogy az menekülőre fogja a dolgot, utána hajítja a vízforralót is. A vízforraló átrepül a hajléktalan férfi feje fölött, csillogó vízcsóvát vonva maga után, majd méltóság teljesen földet ér a járdát borító latyakon. A jelenést látva a férfi megnyugszik, arra gondol, minden rendben lesz, hiszen nem sokára fia születik. Kaviár. Valakik naponta kaviárt szórnak egy koldus kalapjába. A koldus nem tudja, mire vélni a dolgot, átverést csej, így amikor két markos fickó összeveri, majd a folyóba dobja, nem is lepődik meg igazán. A marénák pedig úgy tűnik, már amúgy is várják. Az egyik érdekes, talán legfontosabb és rejtett témája az emigráció, a kiszolgáltatottság, az idegen kultúrába való beilleszkedés. Hopp egy szó, a tulajdonképpen, amely Pap Zakornál egyben novella címé is lényegül, nekem is megvolt a 80-as évek elején Nyugat-Berlinben, eigentlich, az első komfortosan használt helyízű szava volt, amivel beilleszkedésemet jeleztem az ott élőknek.
a nem érthető lassú árbucskázása érthető, hogy miközben, ha csak a változatosság kedvéért nem mosómedvévé alakul a főhősnő, egy varázslókkal és lincselő helyi lakosokkal elárasztott kafkai ikletésű kisvárosban, hogy aztán a villamoson utazva lássa, miként verik péppé a neki olyannyira tetsző menekülő szőke férfi. De mindeközben, kivéve ahol nem, simulékony és áttetsző Csehov novellák közepén ülünk, rendes kis történet lapang a mélyükön. A másik alig rejtett toposz a család és a gyermek, a csecsemő, a születendő élet, illetve a kisdet viszonya a megismerendő világhoz és a felnőttekhez is viszont, amelyik aztán a kötet rejtett mesélő tónusát is megszabja. Ugyanakkor ez a tónus soha egy pillanatra nem lesz szentimentális. Ellenben a novellák brutalitása, mert papz akkor egy pillanatra sem fél brutális lenni, feloldódik az elbeszélő erő gazdagságában, akkor is, ha újra meg újra az elhagyatottság és kiszolgáltatottság a főszál. Brilliáns kis darab még a páciensek szájában két szomszédos rendelőben sakkozó, könyörtelenül bájos fogász házaspár története, ahol a szerző ismét férfi állarcba bújik. Itt az írói metodika, az egymásba szőtt, egymásba ékelt rétegek technikája kristálytisztán látható, de ez az átláthatóság nem foszlatja szét a történet varázsát, amelyben mindig rejlik valamilyen meglepő fordulat. Vagy az angyalvacsora, amelyben teljesen hihetően angyalokat vadásznak az erdőben karácsony előtt, és talán ez a könnyedén metafizikus futam lesz a leendő kötet címadó novellája, pazarul ér véget, őzek nyaldossák az édes angyalhussal torkig lakott és azt kihányó elbeszélő szeméről a sós könnyeket. Mit mondjak még? Ezt a könyvet nem csak olvasni fogják, hanem szeretni is. Köszönjük szépen, és akkor meg kellene az akkor írtán, hogy fel legyen közénk, és már várhagyi Rékát, hogy átlapassuk. Köszönöm, várom. Picit fáradj. Amíg feloldodsz, hogy igen, elmondok egy gondolatot, ugyanis ugye az a hagyománya a Jakendőrinak, hogy nem csak a díjazottokat, hanem kiemelkedő szerzőket, a kuratórium jól tartott. Ebben az évben Papzakor írta mellett Tóth Beatrix, Boncidai Éva és Baróti Zoltán volt az, akit még figyelemre méltóan tartott a kuratórium, de ugye egy maradhat, ez egy ilyen díj, mindesetre érdemes megjegyezni az önöket, és ezt pedig azért akartam elmondani, mert hogyha valaki visszatekint a Jakendő díjnak a történetébe, akkor Ilka nevével háromszor is találkozhat, ugyanis az első két évben is kiemelt szereplője volt ennek a díjnak, és a harmadikra pedig úgy látszik, hogy beére. Ez egy fajta, mint ugye egyfajta folyamatot is mutatna a Jakendő díj részében. Én meg is kérdezném neked gyorsan, hogy ez, tehát ez egy ilyen elszánt, tehát mindig ilyen elszánt voltál, vagy pedig hittél abban, hogy ez egyszer mindenképpen sikerülni fog, és a mikrofon fogok. Az említésben miért posztszerződött, és igazából az is jól esett, hogy nem én nyertem abban az évben, mert miután elköltem a kéziratomat, elkezdtem gondolkozni, hogy azért sok mindent változtattam volna. És így kezdtem is fogni a dolgot, hogy tényleg nem. De azért most örültem. Nem tudom megállni azt, hogy ugye nekem ilyen erős kötődésem van a finnekhez. Nem minden nap kapunk Finnországba a küldeményeket, ezért muszáj kérdeznem, hogy ez egy ilyen személyes vonalon keresztül kerültél ki Finnországba. Van-e valamilyen hatással egyébként ezzel az írói életedre, vagy mit lehet erről tudni? A Finnországba úgy kerültem ki, hogy a földemon dolgozik. Az, hogy megtapasztalom a bevándorlóságot, az igen jó vagyok az utóbbi az életemben. Egyébként
nagyon kevésre ismerek, hogy az... Elemmel viszont jól találják a, úgy tudom, a nyelv használhatók, tehát emlékeim szerint. Még arra lenne kíváncsi, hogy nagyon fura volt, ugye az egy novellás kötetről van szó, hogy miközben ez egy, hogy mondjam, a kiadók szempontjából nem egy túl népszerű műfaj, vagy bár, tehát hogy ez a rövid műfaj adnak el, vagy pedig egyelőre még hosszú távra nem nagyon vállalkoztál? Hát inkább az utóbbi sokkal jobban szeretnék regényt írni, azt hiszem, viszont nagyon fiatal vagyok ez, de most gondolkozom, hogy egy regénynek a lehetősége van. És ami még feltűnt a sorozat szerkesztőnk és így beszélgettünk erről, hogy ugye a kötet színe az ott angyal vacsora, meg így a laudációban is többször szóba kerültek ezek a utalások. Tehát ugye a meséhez, a fantasztikumhoz, az ilyen abszolút helyzetekhez, ez egy ilyen világnézeti attitűd nálad, vagy pedig vonzódsz ezekhez a fajta művészetekhez, az irodalomhoz? Nagyon vonzódok. Egyébként azt hiszem, hogy ez nálam egy picit infantilitás, és mert én nagyon kicsi gyerekkoromban eldöntöttem, hogy nagyon szeretem az irodalmat, és nagyon szeretnék írni. És nyilván tényleg ez 4-5 évesen már úgy kezdett körvonalazódni, hogy ez nekem tetszene. Akkor nem ugye elsősorban úgy definiáltam az irodalmat, hogy valami, amiben nagyon fantasztikus és érdekes dolgok történnek. Azt hiszem, hogy ez megmaradt. Ha kezdetet és most ezt nézzük, akkor tudatos szerzőnek gondolod. Tehát, hogy lehet, hogy egy csomó minden alapul a hát íróasztalon, vagy pedig ugye a harddisken, hogy már ilyen régóta írsz, akkor sokat formálod a szövegeid, nem? Igen. Igen. Jó. És arra szeretnék már csak végezetül megkérni, hogy egy rövid részletet felolvastál. Hogy a címadó novellából fogok részletet felolvasni. Angyal vacsora. November végén megjelennek az erdőben az angyalok. Az első délrel együtt érkeznek. Valamennyire ugyan bujkálnak előlünk, és lepolók fényeik miatt mégsem nehéz őket felfedezni. Fészket raknak fagyos avarból és letöredezett galjakból. Aztán tojásokat raknak, zúzmarát esznek. Éjszaka elmerészkednek a falu határáig. Karácsonyi dalokat énekelnek a részek postásnak és a kerítések aljában párosodó kutyáknak. Az angyal húsa finom édeskés, bár nem áll jól el, de jégen karácsonyig kibírja. A bőre pedig, ha éppen marad, szintén remek, tartós, csak le kell róla mosni a csillogó himport, amilyen a lepkéknek is van. Ha megtisztítjuk, olyan, mint a malac bőre. Lehet belőle cipőt varni, meg munkakesztyűt. Esténként, ha megvagyunk a napi teendőkkel, össze-össze gyűlünk mi férfiak a faluból, időnként visszük a tanulni vágyósi hedereket is, megmutatni nekik, mi az a férfi munka. Óvatosan körülvesszük a fészkeket. Ki tudja, milyen veszélyes lehet egy csapat alvó angyal. Aztán egyszerre vezényszóra lövünk rájuk. Néhány ilyen hadjáratnál nem is kell több ahhoz, hogy egész évre megszabaduljunk tőlük. Az utolsókat, ha már van elég húsunk, feldinamitozzuk a tűzijáték miatt. Olyankor az asszonyok kigyűlnek a ház elé, tördelik a kezüket, sopánkodva nézik az erdő felett cikázó, szikrázó angyalkákat. Innen tudjuk, hogy beköszöntött az ünnep. Idén én lőttem a legtöbbet. Jól is fogott, mert disznót nem vágtunk. Esténként hazafelé menet a bokámat verték az övemről fürtökben lógó angyalkák. Aztán karácsonykor olyan terüly-terüly asztalkán volt, hogy csak. Meg fenyőfa is. Rajta mézes kalács, meg harangocskák. Meg gyertyák. Meg gyertya fényben csillogó angyalhaj. Úgy illatozott a szoba, mint a templom. Volt leves, volt hal, meg volt sütemény. Meg volt angyalkolbász, angyalgulyás, angyaltöpörtyű.
meg persze sült angyal, mézes kalácsos. Az angyal húsa olyan, mint a halé, lehet enni karácsonykor is, csak sokkal nehezebb, mert síros, meg tömjénes. Alig bírtunk felelni az asztaltól. Kavargott a szemem előtt a világ már akkor is, amikor az utolsó csontocskát leszopogattam. Két oldalról támogattak a gyerekek, pedig ők is csak vonzolták magukat. Nehezen jutottunk el az évféli misére. Én állni is alig bírtam. Nekidőltem egy oszlopnak, és a mély levegővételre összpontosítottam. Azt hittem, nem élem túl, hogy egyszer csak felrobbanok. Főként a meldöngetésnél remegett az egész belsőm. Ki akartak jönni az angyalkák, repkedni egy keveset. Úgy gondoltam, biztos őket is a fény vonza, mint az éjjeli lepkét, s most mindjárt elszabadulnak, s perepülnek az oltáron álló gyertyák lángjába. Megpróbáltam elfordulni, de mindenhol tele volt gyertyákkal. Amikor már nem bírtam, megmostam a szentelt vízben az arcomat. Ez mentett meg a gutaütéstől, azt hiszem. A mise végére egészen tisztességesen éreztem magam, csak elviselhetetlenül megszomjaztam. Otthon aztán előszedtük a házi bort és a köményes pálinkát, és neki kezdtünk inni az ünnepre. De talán nem kellett volna a bort a pálinkával keverni, mert újra kavarogni kezdett a gyomrom. Mit tehettem volna, ha úgy ittam, ahogy éppen jött? Aztán, amikor éreztem, hogy nem bírom tovább, lementem a kert alá. Először csak dörzsölgettem az arcomat és torkomat a hóval, hát ha a hideg jót tesz, mert emlékeztem, hogy a templomban már sikerült ugyanez. De most nem tett jót, mert a havon még érzett az angyalvér, megéreztem a tömjén szagot, amiről meg eszembe jutott a vacsora, és az angyalok megint fészkelődni kezdtek bennem. Úgyhogy végül előre görnyedtem, félkézzel a kerítésbe fogóztam, másik kezemmel a gyomromat szorítottam, és igyekeztem kipumpálni mindazt a sok finomságot, ami benne volt, a borocskát, a pálinkácskát, a leveskét, a süteményt, és a sok-sok angyalkát, a finom húsocskákat. Az öklendezéstől patakzottak a könnyeim a csukott szemem alól, mert azt becsuktam, hogy ne lássam az általam végbe menő borzalmat. És akkor egyszer csak valami meleg, nedves dolog érintette meg az arcomat, és a mindent betöltő, fullasztó tömjén szagba puha állati kipárolgás költözött, amitől a háborgó belsőm egyszerre sokkal nyugodtabb lett, bár még hullámzott és hömpölygött egy darabig. Még rókáztam egy keveset csukott szemmel, ha már így belejöttem, és egyre többen és többen tapogatták az arcomat, olyan volt, mintha simogatnának, szóval az elején arra is gondoltam, hogy az én angyalaim támadtak fel, amiket behapsoltam, most pedig körülöttem verdesnek és ütődnek nekem, ahogy szárnyra kapnak. De aztán elmúlt a hányhatnék, és végre kinyithattam a szemem. Akkor láttam, hogy mindenfelül őzek vesznek körül, egy egész nagy csapat, legalább 100 kisebb-nagyobb állat, és egyre másnak tűnnek fel az erdőből az újabb és újabb patások, a szerencsésebbek nyalogatják az arcomról a kipréselődött könnyeket, a többiek pedig figyelmezetten várnak a sorukra. Mert ezek az állatok borzasztóan szeretik a sósat, arra gyűltek össze. Én pedig szolgálatkészen oda tartottam nekik a fejemet, sűrűn pislogtam és igyekeztem szívfájdító, elkeserítő és reménytelenül szomorú dolgokra gondolni, hogy továbbra is könnyezzek. És legyen végre egyszer nekik is rendes karácsonyuk. Köszönöm szépen, hogy ilyen ünnepi hangulatú szöveget szállhatunk. Még egyszer, egyrészt nagyon köszönöm, hogy ilyen messziről is ide fáradtál, értünk. Hát nagyon sok sikert kívánok majd a munkát, további munkához. És gratulálok természetesen. Köszönöm, hogy leszek. Andrásnak nagyon köszönjük a laudációt, és akkor, ahogy említette, hogy a literán olvasható majd. Zoltán, neked külön köszönöm, hogy a bonyodalmak ellenére ide fáradtál, még hogyha ilyen mesztelenül is kellett jönnöd. És természetesen önöknek köszönjük a figyelmet, és úgy tűnik egyébként egy ilyen zárójás jelzés, hogy a Kennedy az egy ilyen nagyon támogató díj lett, hiszen ugye az elmúlt 3 évben csak a rövid szövegek nyertek, úgyhogy nagyon a kisebbségi irodalmi műfajokat nagyon támogatjuk, úgyhogy remélem, hogy ez így lesz a jövőben is. És még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és ez itt az utolsó rendezvényünk az Íróboltjába.
idén, úgyhogy kellemes ünnepeket kívánok meg.